Hozzá a szerző. Dákó zsonglőr. Magyarországon találta meg a boldogságot az angol snooker világbajnok. A Fókusz történetének legkülönlegesebb forgatása a dollármilliárdossal, akinek vagyonát senki sem tudja felbecsülni mindjárt. Köszöntöm Önöket! Soha életében nem volt még ilyen boldog, meséli a világsztár, aki egy magyar lányért jött Budapestre, hogy aztán az esküvőjükön még egy romantikus magyar slágert is elénekeljen. A snooker király és szerelme mesébe illő módon találkozott egymással. Mark Twain szerint a fikciót és a valóságot az különbözteti meg egymástól, hogy a fikciónak mindig hihetőnek kell lennie. Nora és Peter valósága meseszerű, szinte hihetetlen történet az övék. Egy magyar lány életében először elmegy egy profi snooker versenyre, ott találkozik a világhírű játékossal Peter Ebdonnal, rögvest egymásba szeretnek és hamarosan összeházasodnak. Igen, persze. Egy budai biliárdszalonban vagyunk, Peter elegánsan megmutatja nekünk, mire is képes. Az angolok 2002-es világbajnoka rendszerint így gyakorol a világversenyekre, napi 4-10 órát. Az Egyesült Királyság bajnoksága előtt 2006-ban, amit meg is nyertem, 6-10 órát tréningeztem. Ez volt a legtöbb, amit gyakoroltam, és a nap végére teljesen kimerültem, szellemileg is, fizikailag is. Fájt a karom, a hátam, a lábam, de erre szükség van, hogy a legmagasabb szintre eljuss a snookerbe. Két magyar srác alig hisz a szemének, amikor meglátják a sztárt. Félve oda mennek Ebdonhoz, és teljes extázisban autogramot kérnek tőle. Ebdon külföldön, ahol a snooker nagyon népszerű és sokat közvetített sportág, igazi szupersztár. Olyan, mint mondjuk Federer a teniszben. Milliók tisztelik tudását és tehetségét. Jelenleg a világranglista a 12. legjobbja. Mutatok egy ugratást, de ez nem szabályos. Peter egyébként szintévesztő, ami nem kifejezetten előny ebben a sportban. Rendkívül határozott és koncentrált játék stílusáról híres. Egyik beceneve az erő. Ő egy olyan versenyző, aki képes a kemény lélektani hadviselésre. A snooker nem más, mint kontrollált agresszió, mert valójában ez egy nagyon agresszív, nagyon kemény sport. Mert egyedül harcolsz az ellenféllel, olyan ez, mint egy sakkjátszma, vagy egy boxmeccs. A győzelem kulcsa felkészülésben van. Remélem, hogy Nora segítségével sikerül Magyarországon is nemzetközi versenyt szervezni a PTC sorozat egyik állomását még idén. Jó lenne, ha a magyarok is látnák a legjobb játékosokat élőben. Nórát Peter megszállottsága nyűgözte le, no meg a kedvessége. Peter igazi angol úriember, mondja. Tehát amit a tévén keresztül lehet látni, a komoly, megfontolt, koncentráló típusú ember, hát a való életben egy nagyon vicces, nagyon kedves, aranyos személyiség. Nora az interjú végén kap is egy puszit. És most lépjünk egy kicsit arrébb a snooker asztaltól. Peter imádja Magyarországot, ezért sem bánta, hogy felesége kedvéért itt horgonyoztak le. Nora ragaszkodik a családjához és a munkájához. Egy bankban dolgozik, mint tanácsadó. Az a tervünk, hogy Magyarországon élünk tovább. Szeretnénk ugye családot is alapítani. Peter 20 éve profi játékos, a világ egyik legeredményesebb snooker versenyzője. Sokat utazik a világban a sport miatt. Tavaly júliusban házasodtak össze, 2 évre rá, hogy megismerkedtek. A magyar tudásom nagyon korlátozott. Ha bajba kerülök, csak ennyit mondok. Nem tudom, én angol vagyok, persze. De megtanultál egy dalt? Ja igen, azt meg is tanultam, az a címe, hogy... És ezt el is énekeltem az esküvőnkön. Nagy siker volt. Egy sort elénekez nekünk? Egy sort? Hát most nem szól a zene. Amikor vége, az utolsó dalnak is, az utolsó hang is szétfoszlott már. Magányos stádiók. A mennyegzőt vidéken tartották, Peter korábban Dubajban élt, 4 gyereke van korábbi házasságából. Ők is ott voltak a Lagzin, egyikük még köszöntő beszédet is mondott. Nagyon boldogok vagyunk, hogy megoszthatjuk ezt a különleges napot veletek.
Nora Peterrel az Austrian Open-en találkozott az úgynevezett Players Party-n, ahol hírességekkel lehet beszélgetni. Épp szülinapja volt, így Peter is felköszöntötte, sorszerű volt mindez, mondják. Kérte, hogy találkozzunk még. Mondtam neki, hogy ha eljön Budapestre hozzám, akkor igen, találkozhatunk. És eljött egy hónappal később, és onnantól minden, mint a mesében. Jó napot kívánok! Köszönöm. És a nap végén jön a megérdemelt lazítás egyik kedvenc éttermükben. Peter itt gulyásleves szokott kérni, imádja, ez a kedvence. Remélem, szép életünk lesz együtt. Én életemben soha nem voltam még ilyen boldog. A történetük nem a valóságban játszódna, hanem egy film szereplői lennének, túlságosan édeskés lenne ez a történet. Így viszont rendkívül romantikus, mint a mesében.